Szóval szevasztok, én Simról vagyok, és ebben a videóban gyakori kérdések. Szóval ennyi, gyakori kérdések. És kérdéseket fogunk felolvasgatni, amik valószínűleg hülye kérdések, és meg is próbálok őket válaszolni. Szóval ne legyen monoton a videó. Na, hát akkor kezdjük is. Mondjuk akkor legyen Windows 11. Na hát ez már látom előre, hogy ez egy hülye kérdés. A Windows 11-et mikor lehet telepíteni? A Windows 10 laptopon vagyok, szeretnék rá a szoftver frissítést. A Windows 11 mikor lesz elérhető? 11-ben? Egyes válaszol ezt, hogy értetted? Microsoft tervei szerint soha nem lesz több számozott kiadás. Ha megjelenik, de jelenleg úgy tűnik, hogy ezentúl Windows 10-nek nevezi Microsoft operációs rendszerét. Ja, biztos. Ez egy érdekes kérdés volt nekem. Jaj, hol vannak még az elektronikus kérdések? Ezek tetszenek jól. Mindegy, beírok valamit, azt kész, ezt nem? Na, mit írok be? Mondjuk beírom azt, hogy YouTube. És, na, nézzük. Na, ezek még frissek. YouTube csatornát hogy lehet nyilvánossá tenni? A beállításoknál minden láthatóval van téve, más gépekről, telefonokról mégsem lehet rákeresni, egyáltalán nem lehet találni meg. Mondjuk kezdj el tartalmat gyártni. Hát szerintem csak egyedül elég. Hogyha rámész a csatornádra, akkor ki fog dobni egyet, hogy csatorna indítás, vagy valami ilyesmi, és akkor rányomsz, és akkor már nyilvános. És akkor egy innentől nem csak fiókod van, hanem még csatornád is hozzá. És akkor úgy rá lehet keresni. És akkor elvileg nulla feliratkozótól kezdesz. Mondjuk bár hallottam egyet, hogy alapból a YouTube hozzáad egyet, de szerintem nem. OBS stúdióban meg lehet azt csinálni, hogy a másik ember képernyőit osszuk meg. YouTube-on szoktunk live-olni, meg lehet azt csinálni, vagy mi? Meg lehet-e azt csinálni OBS-ben, hogy csak egyikünk live-ol, de lehessen látni a másikunk képernyőt is. Hát, figyelj, ki live-olsz a YouTube-ra, vagy mit tudom én, valamilyen felületre, ahol támogatja az OBS, ugye, mint nekem itt. És akkor itt az OBS-en belül, ugye, hogy ezt a képernyőt lássa az ember, ahol kimegy a live, meg így a videó, az, amit tik láttok, na mindegy. És szerintem az, hogy live voltak ki a YouTube-ra, hát ez nem nagyon értek, de szerintem az, hogy így, na, nem tudom, ez nekem bonyolult. Mást akartam. Na, nézzétek. Ti mit gondoltok Paul Street legújabb videójáról? Nekem nagyon bejött, és nagyon élveztem nézését elkezdi. Teljes mértékben egyetértek, és osztom a véleményét magyar oktatással kapcsolatban. Tisztelt a kivételnek. Én is átéltem ehhez hasonló dolgokat az alsó tagozatban. Lelki terror és persze tanárok lese szarták. Bocsánat, ez kijött. Nektek van hasonló botrányos sztoritok, az iskolatokkal per tanáraitokkal kapcsolatban. Hát nekem nincs. Nem is akarok, de szerintem lesz. Semmi nem megy YouTube-on laptopról. Mi a halál van? Ha laptopról csinálok bármit a YouTube-on, az nem működik. Szerintem dob ki a laptopot az ablakon, aztán működni fog. Ha írok egy kommentet, nem jelenik meg. Ha lájkolok egy videót, azt is elfelejti, ahogy újra töltöm a videót. Nem tudok hozzáadni semmit a lejátszási listámhoz, és nem tudok videót sem feltölteni. Ezek nagy része viszont telefonról működik, feltöltést nem próbáltam. Ugyanaz a fiók, minden teljesen ugyanaz. Az egyetlen különbség, hogy az egyik okostelefon, a másik pedig egy notebook. Mi lehet a baj? Mikor Windows van rajta? Több böngészőben is próbáltam. A böngészőnek nincs új frissítése a tiéd óta. És ez tegnap történt. Pont tegnap, mikor live voltam ugye PGT Daninak a fannyával. Egyik fannyával. Az Bencével ugye. YouTube-on nem jelennek meg az ajánlat videók. Amikor belépek, mindig megjelenti az ajánlat videókat, ki lehet ezeket kapcsolni a kezdőképernyőről.
Illetve lehet olyat, hogy egyáltalán nem mutasson ott videókat. Az még coolabb lenne, ja, menőbb lenne. Használj valamilyen YouTube frontendet. Frontendet, ez milyen jó isten. Mint például Linuxra a JTFE. Windowson is biztos van hasonló. Ja, biztos. Na most tényleg, most keressünk rá valami olyasmire, ami mondjuk, ja, mondjuk tényleg közösségi platformokon barangoljunk, és akkor úgy jó lesz hátha. Ó, ez meg a kezem volt, bocsánat. Szóval mondjuk akkor beírom, hogy Facebook, jaj, ezt írtam meg. Facebook, és akkor itt is van egy pár friss, hát ja, az egész oldal szinte, hát nem. Jaj, Facebookon töröltem egy üzenetet, azt vissza lehet hozni valahogy. Egy-kettő éve töröltem ki, és vissza is akarom hozni valahogy. Azt tudom, hogy nem törődik véglegesen, csak az én üzeneteim közül. Hogy lehetne visszaállítani, vagy legalább annyit, hogy miért, mikor küldtem pontosan. Már a saját üzenetedből töröltet sem tudod visszahozni. Nincs átmeneti időszak, amíg mégsem törődik. Ha a törlésre nyomtál, akkor törlődik, többet nem érhető el. Másik félnél esetleg még megvan, ha ő nem törölte. Tőle kell elkérni. Az a baj pont, hogy nem akarom megkérdezni a másik felet. Megmondom őszintén, azt sem tudom, hogy küldtem egyáltalán az üzenetet. Mert most üres a chat ablak, nem vagyunk ismerősök. Jaj, hát az rossz. Az egy nagyon gáz dolog amúgy általában. Húha, hát itt mi van? Miért lassul be a Chrome, ha nyitok egy Facebookhoz? Amúgy elégedett vagyok a böngésző tempójában, most egy 4 GB ROM-om volt benne, vettem mellé 8-ot, így most 12 üzemmel. Lehet, hogy valami állítani a fenti oldal esetén szerintetek? A Facebook, igen, minden gépen, minden böngészőn lassú. Ez van, törődj bele, illetve kerüld a használatát, ha lehet. De ez milyen válasz mára? Szerintem nem rossz a Facebook, csak nálam is volt egy ilyen. Én böngészőt váltottam, szóval így elkezdtem ugye elkrómozni, és így annyit vettem észre, hogy így lelassul egy minden oldal. De így de amúgy az a durva, hogy nem is vettem bele semmilyen RAM-ot, meg úgy nem jutottam egy a gépemre se. És akkor így csodálkozunk, hogy miért lassul be minden, pedig nem is telepítettem szinte semmit a gépemre. Ami érdekes. Aztán meg elkezdtem ugye rátelepíteni a Firefoxot, és akkor úgy működött. De érdekes az, hogy volt egy olyan eset is, mikor a Firefox is úgy járt, mint a Chrome, szóval lelassult, és akkor hát telepítenem kellett egy következő böngészőt, mondjuk akkor legyen az Opera, mert ugye nem ismertem mást, és akkor ja, avval is aztán lelassult, aztán visszaváltottam a Firefoxra, aztán megnéztem a Google-t, szóval egy értedek, szóval egy megpróbáltam javítani, és úgy éreztem, hogy így hát egy rendszer újra telepítés szükséges, és akkor ja, újra lett telepítve, és akkor azóta jó. Most megnéztem, hogy lelassult a Google Chrome nálam, nem tudom miért, de lényegtelen most az. És akkor így Firefoxot használok, most kettő ablakba fut az egész nálam. Na hát akkor szerintem ennyi lenne ez a videó. Hát remélem tetszett, és akkor szavaztok, nem mozduljatok ki annyira, a lehetséges, úgyhogy szavaztok.